szakmai évnyitó. Jelenléti oktatással készülnek a köznevelési intézmények a tanévre. Karitatív testület. 3,5 millió forint értékű tanszeradományt osztanak szét. Rendhagyó felhívás. Graffiti készítéséhez keresnek jelentkezőket a debreceni mentők. Köszöntöm Önöket, ez a Debrecen Televízió híradója, a napszemle. Augusztus 24-e szerda van, már is mondjuk a legfrissebb helyi híreket. Jelenléti oktatással készülnek a köznevelési intézmények a 2022-23-as tanévre. Ez hangzott el az Országos Szakmai Tanévnyitó Konferencia sorozat debreceni rendezvényén. Jelentős jogszabályváltozások nem lesznek az oktatási rendszerben, ugyanakkor folytatódhat a pedagógusok béremelési programja, és infrastrukturális fejlesztések is várhatóak. Az előző tanév sikeres volt, ezt mutatják az érettségi vizsga eredmények közép- és emelt szinten, vagy az országos kompetencia felmérések. Az oktatási hivatal vezetője szerint a nyugodt, jó tanév annak köszönhető, hogy a tanulók és a pedagógusok is komolyan vették a feladataikat, valamint az új korszerű könyvekkel és digitális tananyagokkal rengeteg segítséget is kaptak az iskolák. Az intézmények a szeptemberben induló tanévben jelenléti oktatásra készülnek, amihez az oktatási hivatal, a tárca és a fenntartói oldalon is összeálltak a támogatópontok. Az iskolai évhez szükséges tájékoztatók már elkészültek, azokat az intézményvezetők megkapták. Az oktatási hivatal végzi azokat a feladatait, amiket a jogszabály rá ruház, tehát így a középiskolai felvételi eljárás, az érettségi vizsgák őszi, majd tavaszi megszervezése, vagy akár az óvoda iskola közötti átmenetet biztosító hatósági eljárások, ezek mind olyanok, amelyekre az iskoláknak, óvodáknak készülnie kell. A mai országos szakmai konferencia sorozat debreceni állomásán az intézményvezetők tájékozódhattak az új tanév fő feladatairól, a tartalmi változásokról és a fejlesztési irányokról. Idén nem lesznek nagyobb jogszabályváltoztatások. A belügyminisztérium illetékese kiemelte, hogy az Európai Unióval történő megegyezés követően elindulnak azok a fejlesztési projektek, amelyek jelentős támogatást biztosítanak a köznevelés rendszerének. Várható a pedagógus béremelésnek egy folyamatos évenkénti továbbvitele, amely úgy gondoljuk, hogy nagyon sok támogatást fogadni a kollégák számára. Természetesen egy jelentős intézményi infrastruktúrális fejlesztésre is készülünk. Pap László polgármester köszöntőjében azt mondta, büszke arra, hogy Debrecen a magyar oktatás egyik legfontosabb bástyája, ezen a prioritáson nem is kívánnak változtatni, az oktatás stratégiai ágazat, ami meghatározza a város jövőjét. A polgármester kiemelte azt is, hogy a következő uniós ciklusban is folytatják a köznevelési intézmények fejlesztését. 3,5 millió forint értékű tanszeradományt oszt szét a napokban a debreceni karitatív testület. Az 570 csomagot rászoruló családok kapják meg. Széles Diana alpolgármester hangsúlyozta, hogy a szervezet és a város folyamatosan segíti a családokat, hiszen sokan egy váratlan tragédia miatt kerülnek nehéz helyzetbe. Tessék, most már örülhet. Nagy könnyű lesz a szorzás, Nagy Laci örült az új ceruzáinak, füzeteinek. A családnak nagy segítség a tanszercsomag, mert az édesanyja nem tud munkát vállalni a kisfiú betegsége miatt. 9 éves, 3. osztályos lett most, és most derült ki igazából, hogy autista, szóval én igazából eddig is otthon voltam vele, mint magántanuló, mert egyszerűen az iskolában nem tudták befogadni. A debreceni karitatív testület idén 570 tanszercsomagot oszt szét rászorulóknak. Ebben az évben a karácsonyi gyűjtésünkhöz hasonlóan megkerestük a cégeket, hogy csatlakozzanak a tanszergyűjtési akcióhoz. 10 olyan debreceni cég van most, aki csatlakozott ez a gyűjtéshez. Így összesen 3,5 millió forint értékű tanszeradomány jut el a rászorulókhoz. Széles Diana alpolgármester hangsúlyozta, hogy sok családnak azért van szüksége segítségre, mert váratlan tragédia történt az életükben. A karitatív testület és az önkormányzat egész évben segíti a rászorulókat. Nagyon fontos azt látni, hogy most még jobban kell figyelnünk az elkövetkező időszakban, hiszen a háború, szankciós politika, gyakorlatilag olyan válság időszakban jövünk, amikor a rezsiárak meg fogják dobni a családok költségvetését, és mi szeretnénk előre gondolkodni, és igenis mentővet nyújtani azoknak a családoknak, akiknek szüksége van rá. Délután Debrecen-Pac városrészben osztottak csomagokat. Le kellene állítani az akkumulátorgyár beruházást az LMP szerint. A párt mai sajtótájékoztatóján elmondták azt is, hogy az iparosítás miatt aggódnak a környékbeli földekért és vízkészletért.
Az akkumulátorgyártás veszélyes üzem. Nagyon nagy a karbonlábnyoma és a vízigénye, jelentette ki Schmuck Erzsébet, az LMP társelnöke. Szerinte éppen ezért csak mértékkel lehet fejleszteni a hazai járműipari akkumulátorgyártást. Hozzátette, az LMP kiáll az elektromobilitás mellett, de azzal bölcsen kell élni. Jármi Péter megyei elnök azt mondta, le kell állni a zöld felületi beruházásokkal Debrecenben. A termőföldek iparterületté válása és az ipari vízfelhasználás ugyanis hosszú távon árthat a város élelmiszer és vízellátásának. A vízfelhasználásról népszavazás kezdeményezését fontolgatja az LMP. Augusztus 20-a környékére tervezték, de egyelőre nem nyitják meg az M35-ös autópályán a Józsánál épült csomópontot, ami június végén készült el. A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő a dehir.hu megkeresésére közölte, hogy a hatóságok ideiglenes forgalomba helyezési engedélyt adtak ki a csomópont vonatkozásában, mert az ahhoz kapcsolódó Debrecen megrendelésében épülő utak még nem készültek el. Az előírás szerint legalább az egyik csatlakozó út megvalósításáig a strádáról az elkészült új csomópontra történő fel- és lehajtást biztosító ágakat továbbra is lezárva kell tartani. Amint a csatlakozó utak egyikét forgalomba helyezik, az új különszintű csomópont megnyitható lesz a forgalom számára. Kihirdették a pótfelvételi pontszámokat. Ebben az eljárásban is népszerű volt a Debreceni Egyetem. Pótfelvételivel több mint 570 új hallgató került be az intézménybe. Hétfőn kezdődött a Debreceni Egyetem Gólya táborának első turnusa. Ezen a héten 9 kar első évesei ismerkednek meg társaikkal és az egyetemi élettel játékos keretek között. A vidám sportversenyek segítenek levezetni azt a feszültséget is, amit az első évesek július 21-én éreztek, amikor a ponthatárokat várták. Volt bennem egy kellő izgulat, de tudtam, hogy be fogok kerülni. Most sikerült olyan jó érettségét írnom, hál' Istennek, amivel ide be tudtam kerülni, úgyhogy örültem a végén természetesen. A pótfelvételire jelentkezők lemaradnak a gólyatáborról, hiszen számukra csak most derült ki, hogy sikerült-e bekerülniük a megjelölt intézménybe. A Debreceni Egyetemre a normál felvételi eljárásban 6,5 ezeren kerültek be. Pótfelvételire szinte minden képzési területre hirdettek meg helyeket. A ma kihirdetett ponthatárok szerint ebben az eljárásban 573-an nyertek felvételt a Debreceni Egyetemre. Gazdaságtudományi karra vettük fel a legtöbb hallgatót, pótfelvételével 135-öt. Képzési területként pedig az egészségtudományi terület az, ami a legnépszerűbbek közé tartozik. Ezek mellett a jogász és a gyógypedagógiai szakra is sokan jelentkeztek és nyertek felvételt pótfelvételivel. A Debreceni Egyetem legújabb hallgatói a Gólya táborba már nem mehetnek, de ők is részt vehetnek majd az intézmény országosan egyedülálló tanévnyitó aréna showján. A Judy szeptember 14-én lesz a Nagyerdei stadionban. Megnyitott a kapuit Debrecen új színháza, ami 44 év óta az első új vidéki teátrum. A Csokonai Fórumban rendhagyó színházi sétákat tartanak a társulat tagjai ezekben a napokban, hogy részletesen bemutassák az érdeklődőknek a komplexumot és az abban rejlő lehetőségeket. A nagy érdeklődést jelzi, hogy már nincs szabad hely a turnusokban. Kelet-Magyarország leghosszabb mozgó lépcsőjén vonulnak fölfele. Több mint 9000 négyzetméternyi új kulturális tér, ezt jelenti a Csokonai Fórum. A legkorszerűbb technológiával felszerelt színpadok nézőterei összesen több mint 500 színház látogató befogadására alkalmasak. A Csokonai Színház társulata már beköltözött az új teátrumba, és a művészek épületbejárást is tartanak a színház kedvelőknek. Nem csak színház van az épületben, hanem van egy külön szint egy művészeti továbbképzésnek, ami szintén el fog indulni a közeljövőben, és ugye a kamaraszínház, a stúdiószínház, és van még egy Orfeum is. 44 év után ez az első új vidéki színház, de a csaknem 6 milliárd forintos beruházás nem csak ezért különleges. Határon átívelő regionális szellemi műhely lesz a Csokonai Fórum.
Az intézmény első bejárásán a résztvevők még előadások nélkül is lenyűgözőnek találták az új színházat. Messziről érződik a minőség és a kivitelezés pontossága. Jól lehet, hogy nem vagyok építőiparban jártas, de a színek, a formák kitűnő benyomás az első. Péntekig naponta több ingyenes épületbejárást is szerveznek az érdeklődőknek a Csokonai Fórumban. Nagyon sok a jelentkező, ezért már elfogytak a szabad helyek a turnusokban. Graffiti tehetségeket keresnek a debreceni mentők, tette közzé közösségi oldalán az Országos Mentőszolgálat. Olyan művészek jelentkezését várják szeptember közepéig, akik alkotásaikkal egyedivé varázsolnák a mentőállomás garázsának falát. 1972-ben költözött a Péterfia utcáról ide, a külső vásártérre a mentőállomás. Ez Magyarország legnagyobb mentőállomása. Évekkel ezelőtt fiatalok másztak be az udvarra, és felfestették alkotásaikat a garázs falára. A költözés 50. évfordulója kapcsán úgy döntöttek, hogy ezt a falat szeretnék innovatívan felújítani. Az Országos Mentőszolgálat közösségi oldalán egy felhívást tett közzé. Graffiti tehetségeket keresnek a debreceni mentők. Az elmúlt 50 évben számos változáson esett át a mentőszolgálat, a mentőautók kicserélődtek, az eszközök változtak, sokkal modernebbek lettek. Egyfajta ilyen timeline, kronológiailag el lehet építeni ezt a NISA mentőautótól egészen a legmodernebb mentőautókig, és amely most ugye a hivatalos oldalunkon is megjelent, a kerékpáros mentőszolgálatig. Olyan művészek jelentkezését várják, akik graffiti alkotásokkal tennék egyedivé ezt a 36 méteres felületet. Az Országos Mentőszolgálat folyamatosan törekszik az újításokra, úgy az életmentési módszerekben, mint más területeken. Én azt gondolom, hogy a társadalom bevonása az egy nagyon fontos tényező ahhoz, hogy mi valóban jól eredményesen tudjunk életet menteni. Ennek sokféle iránya van. Az egyik újszerű irány az, hogy akár a mentőállomások vizuális megjelenésében, belső környezetének szebbétételében is számítunk azokra, akik ehhez kedvet éreznek. Jelentkezni szeptember 15-ig lehet személyesen, valamint az info@mentők.hu e-mail címen. Kedden elkezdődött a 3x3-as U18-as kosárlabda világbajnokság a Kossuth téren. A nyitónapon a magyar lányok egy mérkőzést megnyertek, egyet elveszítettek. Ma délelőtt már a magyar fiúk is bemutatkoztak. A helyszínről Somorja és Soma küldött tudósítást. Ha augusztus vége, akkor 3x3-as kosárlabda itt a debreceni Kossuth téren. Szép estét kívánok mindenkinek! Elkezdődött tegnap este a 3x3-as U18-as világbajnokság, és a magyar lányokkal találkozhattunk tegnap este. Egy győzelem és egy vereség volt a mérlegük a franciáktól. Vereséget szenvedtek, viszont aztán sikerült megverni a mexikóiakat. És hát szerdán is a VB leghosszabb napján, amikor 30 mérkőzést rendeznek itt a főtéren, zajlik az élet, most éppen Brazília és Chile találkozóját láthatjuk. Dél-amerikaiak, közép-ázsiaiak, óceániaiak, mindenféle nemzet Európán kívül és Észak-Amerikán kívül érdemes tehát ide látogatni, hiszen egészen vasárnap estig a nők és a férfiak 20-20 csapata küzd azért, hogy a világbajnoki érmeket és a trófeát hazavigye. És hát ne felejtsük el, kedves nézők, hogy az igazán nagy show pedig majd szombat-vasárnap érkezik ide Debrecenbe, amikor is a World Tour Masters sorozat legjobb 12 csapata is ide látogat városunkba. Felnőttek lesznek, és a Team Debrecennek is lehet majd szurkolni, akkor lesz tehát hazai érdekeltség a legjobb nemzetközi csapatokon túl. Itt van a főtéren ugye tehát a tegnapi naptól egészen vasárnapig a 20-20 férfi női legjobb utánpótlás csapat, köztük a magyar válogatott, azt követően pedig a hétvégén érkezik a legnagyobb szenzáció, a 12 legjobb nemzetközi csapat. Érdemes kilátogatni, akárcsak ez eddigi években a rendezvény ingyenes, és a jó idő mellett finom ételek, italok és a legszenzációsabb kosárlabda show várja itt önöket a főtéren egészen vasárnap estig. Eddig tartott ma a Napszemle. Riportjainkat keressék a dehír.hu hírportálon, illetve a Médiacentrum Debrecen és a Dehír mobiltelefonos alkalmazásán. Híradóval legközelebb holnap este jelentkezünk. Viszontlátásra!